már itt is van mellettem a Stereo 2.0, szevasztok gyerekek! Hello, ciao, ciao. És egy nagyon-nagyon jó kis pólót hoztatok el nekünk egyébként, ez egy női SS póló. Nekem szállták. Leo leszűkítette a kört. Hát figyelj, hogyha jó rád, akkor föl lehet. Eléggé leszűkítettük a lehetséges nyertesség körét, igen, de már csak SS példány volt belőle, úgyhogy. Igen, ezt a pólót ti is megnyerhetitek, hogyha a magazin@fixhd.tv és e-mail címre elküldtek nekünk azt, hogy hanyadik Stereo 2.0 videoklip jelent meg, amit most mi is meg fogunk nézni, SOS címmel debütált. Tehát még egyszer magazin@fixhd.tv, és akkor szerintem nézzük is meg a videoklipet. Minden napon ugyanúgy ébredek, majd meglátom a világot és részleten. Ahogy szárnyalok, mint a képzelek, csak szintről szintre felépkedek. És élvezem, hogy olyan pokolian jó, hogy bármit megtehetek. Megvehetek, bárhova mehetek, tekerhetek, nem számít a lelkem, jó helyre megy. Mencs meg, pokolia, hőség, ide be, tudom mi a tét. Egy körre befizetek a lelkem, ma eladó, fúj riadó. Ezt riadó, ezt riadó. Ez itt a pokol, higgyétek el. Vagyis itt várhatunk, míg a szart is kiverik belőlünk, vagy küzdhetünk, hogy kijussunk a fényre. Nincs meg pokoli a hőség, ide be, tudom mi a tét, egy körre befizetek a lelkem, ma eladó, fúj riadó. Nagyon-nagyon király. Köszönjük szépen. A zene, a szöveg, a videoklip, ugye a stúdiói srácokat dicsérítettek. Igen, a Brémek az ennek a munkája, több mint 5000 vágása egyébként benne, úgyhogy szó szerint vértizzadt a Brén a számító. Nekünk volt ebben a klipben a legkevesebb munkánk amúgy. Ja, a legrövidebb forgatás volt kb. Egy ilyen, nem tudom, összességében vesszük, amiket nem bockodtunk, egy ilyen 2-3 órát forgattunk csak, tehát a legeslegőidőt. Hát de nagyon rendben van, nem tudok más mondani. Mindjárt folytatjuk egyébként a videóklipet, de még egyszer akkor megállítaném, hogy hoztak nekünk a srácok egy nagyon-nagyon király kis Stereo 2.0-as pót, vagy még egyszer milyen női? Női SS, igen, ezt nyerhetitek meg ti is, hogyha a magazin@fixhd.tv e-mail címre elküldjétek nekünk azt, hogy ez a videóklip, amit most megnéztünk, hanyadik Stereo 2.0-as videóklip, tehát még egyszer magazin@fixhd.tv. Na srácok, mi jövünk egy kicsit a videóklipben, szövegileg, bár egyébként úgy, hogy egyértelmű, bár Al Pacino egy kicsit bekavart így a történetbe, igen. De hogy mégis a szöveg, azt gondolom megint gép esetleg? Közösen, abszolút, igazából annak a hívei vagyunk, hogy nem szeretjük az ilyen munkát kiadni a kezünkbe, de szerintem ezt már egy jó párszor hangoztattuk is riportokban, hogy mindig magunknak írjuk a dalszöveget. Ezért szerint mindig figyeltem, mikor ennyire töröttél, hogy figyelsz ránk. Nem, hát akkor a zene születik, akkor is végig ott ül a Gabi, tehát hogy ezt mindig elmondjuk, tehát hogy ő nem hangszerzenész, de mindig eldudolja van őt, tehát a zenébe. Úgy kell, mindent együtt csinálunk, ami meg felfütyülöm. El szoktam szokni fütyülni.
Igen, tehát akkor szövegileg akkor szövegileg abszolút ez a ez saját minden, úgyhogy a szöveg. De hogy mondani valójában, hogy ez egy kicsit vadabdal, tehát ha megnézed az eddigieket, főleg amiket indultunk, pont most az egyik szerkesztővel beszéltünk, itt meglepődött azon, mert nem játszuk se a minden másra az indiót, tehát hogy a fellépő műsorban azok már nincsenek benne, mert hogy annyira ilyen új irány, tehát az egész inkább az új dolgokat erőltetjük, és ez egy kicsit ilyen vadabb énünket is meg akartuk mutatni, ez egy nem tudom, egy ilyen őrült dal. Igen, mert az a helyzet, hogy a sztereó, hogyha valaki hallgatja, hogy meghallja azt a szót, hogy sztereó 2.0, akkor eszembe jut az, hogy mi volt a minden más, mekkora kis aranyos sláger volt, de hogy alapvetően mind a ketten a repzét hallgatunk már 14 éves koruk óta, ezen jutottunk fel. Hát akkor abban az időben, amikor minden más kijött, ugye 5 évvel ezelőtt, akkor az volt a lazott cucc, most már az annyira nem, tehát hogy mindig azt a zenét játsszuk, amit szeretünk, és nagyon sokféle zenét hallgatunk, és ami esetleg zenei stílus megtetszik, azt beépítjük a saját zenét. Az SOS be kéne határozni, hogy egy milyen stílusú dal. Van egy borzasztó erős hip-hop gerince, de azon kívül rockgitártól kezdve a dubstep, az csak minden szól benne, tehát én meghatároztatom, hogy milyen zenei stílusban van. Sztereós. Egyébként milyen megfontolásból mentek most el ebbe az irányba? Ugye mondtad, hogy 5 éve ugye az volt, de remélem nem ezért volt egyébként az, mert amúgy is ez volt a menő, és akkor így adtátok el magatokat. Nem az volt akkor se, tehát hogy 2010-ben jött ez az elektro hullám, minden más az én 2009. október-novemberen jött ki a végig, tehát nem az történt, hogy akkor jött az elektro hullám, és mi utána érkeztünk annak a szelével, hanem majdnem, hogy előtte, de szinte vele együtt. És talán most is ez a helyzet, hogy soha nem azt nézzük, hogy mik a trendek. Nyilván hangzásban azért figyelni kell, de hogy igyekszünk abban is eredetik lenni, illetve mindig csak olyan zenét játszunk, ami nekünk tetszik, és talán ebből működik. És a pont. Mondhatjuk azt, hogy ezzel a videóklippel most teljesen valótokat megmutattátok. Abszolút lehet mondani. Igen, de hát az összes dalnál éppen amikor kijött, ezt mindegyiknél el lehetett mondani, most így éreztük magunkat éppen. Igen. És a következő not az még ennél is durvább lesz, igen, hamarosan ugyancsak ki fog lesz most egy klip nélkül ki fog jönni egy dal, de majd később lesz hozzá klip, de nem az lesz a következő klippes dolgunk, hanem előtte lesz egy másik dal, de ki fogunk hozni egy dal most, ami csak felrakunk a netre, az is egy teljesen más hangvételű dal, de hamarosan egy olyan 2 hónapon belül fog érkezni egy újabb videóklip is. Az előbb említetted egyébként, hogy a mostani fellépő listán már nem szerepel, hogy a régebbi dalok, a minden más, de hát ha nagyon kérik és ott megkiabálják, akkor el szoktuk tolni a végén a minden más, ugye nagyon-nagyon sokan szeretik, de hogy inkább az új dalokat... Nosztalgiából még eltolj. Az új dalokat erőltetjük a fellépésen, tehát játszunk régebbi dalokat is, tehát ugye a Jelzőfény előttről mondom, mert ezt már az új fellépő anyagba tekintjük, de hogy kevesebbet, tehát pont a minden mást és az igényt, az első két dalt azt már nem, mert hogy a hangvételében nem nagyon passzol bele az új anyagba. Egyébként a rajongók hogy fogadták ezt a mondjuk így új irányzatot, amit már Jelzőfénynél érezhettek, hogy most egy hát más korszak. Még annyira friss, hogy ezt még nem tudjuk felmérni. Tehát meg hát azok, akik annó szerettek minket, azok ugyanúgy idősödtek velünk együtt, tehát idézőben velünk együtt nőttek fel, az újak meg már ezzel ismernek meg minket, úgyhogy probléma nincsen. Szeretnénk ezen a vonalon maradni, de attól függetlenül nem hazudtoljuk meg önmagunkat, és nem fogunk most holnap metal hardcore zenét csinálni, mert hogy most azt tetszik éppen, mert ez nem erről szó, hanem tényleg ez a kis stílus, amit már egy pár évet képviselünk, ezt így próbáljuk mindig gyúrogatni és hozzárakni, vagy elvenni belőle, amit éppen úgy érzünk. Tehát hogy nincs két ugyanolyan dal, tehát hogy mindig más, tehát hogy szokták mondani, nem tudom, egy pár szóra megkaptuk, hogyha mindig várnak, hogy kiírjuk, hogy új videoklip érkezik, hogy még meg se lehet satszolni, hogy esetleg milyen stílusú zene lesz, mert hogy mindig nekünk is meglepetés, hogy éppen mi felé megyünk, ami belülünk jön. Mindenesetre egyébként most ezért a klipét és zenejét tőlem a 10 pontot megkaptátok, tehát hogy nagyon rendben van. Ugye mondtátok, hogy majd jön egy zene, de abban nem lesz videoklip. Videoklipre mikor számíthatunk legközelebb? Május. Az is egy jó kis pacek klip. Fesztivál himnusz, gyanú? Én azt szoktam mondani egyébként, de nem erről szól a dal, tehát hogy nem egy nyári dalról van szó, de úgy hangulatában mégis, tehát én nem akarom lelőni a poént, mert hogyha elmondom a dal címét, akkor azzal mindent lelőnénk, tehát hogy de májusban biztos, hogy érkezni fog még a nyár előtt. És maradunk ezen a vonalon.
fesztivál szezonban gondolom megtalálhatóak lesztek esetleg. Vagy tehát a nyáron sokat fogtok pörögni. Hát lesz most egy 36 állomásos turné nagyobb program keretében, amiről még szintén nem beszélhetek ezen a héten. Jövő héten már beszélhetnék róla, csak most még nem beszélhetek róla hivatalosan, de egy nagyobb, egy nagyobb program keretében most másfél éven keresztül 36 helyszínre fogunk ellátogatni, ebben benne lesznek a nagyobb fesztiválok is. Hol lehet titeket legközelebb látni? Majd most fellépés gyanánt. Jövő hónapban legközelebb, pont egy hónap múlva kb. Fehérváról leszünk egy nagy rendezvényen, egy nagy téren. Igen, ez a biztos, hogy ezt nem tudjuk. Addig nem megyünk, tehát az biztos, hogy most egy hónapig még stúdiózunk, mert rengeteg dal van, amit fel kell vennünk ennek kapcsán, és amit mondtam, hogy még nem beszéltek róla a jövő héten, igen, illetve hogy az új fellépanyagot színesítjük, ugye egy hónapig biztos stúdiózunk, de kb. Egy hónap múlva fog elindulni a menet, és Fehérvárra leszünk először. Utána megint körbe menjünk az országon, hál' Istennek. Hát akkor mozgalmas lesz az életem. Srácok, egy szónak is száz a vége, ez az új irány, ez nekem nagyon bejön, és remélem egyébként, hogy mindenki másnak is. Akkor egy nem, mert már megfűztünk. Már megérte. Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.